Folytatnom kell a szinte azt mondom, hogy az árnyékén. Tehát az evolúció törvényéről, a fejlődés törvényéről szóló előadást, fejtegetést, ugyanis kihagytam a legfontosabbat az involúció résznél, tehát azt, ami nem hagyja az embert, hogy fejlődjön, illetve ami bennünk nem hagyja a mi gondolkozásunkban, magatartásunkban, koncepciónkban, világ és létlátásunkban, amiről beszéltem, ugye az imaginációnkban, az pontosan az ikrek motívum, és most már az ikrekben vagyunk, és nem tudom, hogy elképzelni, hogy tudtam ezt kihagyni, és hogyha ezt erről nem beszélek, akkor nem mondtam semmit, tehát akkor csak féligasságot mondtam ki, és az ember, hogyha féligasságot mondott, inkább nem mondjon semmit, mert még rosszabb talán. Tehát az igazi lényege az involúciónak, illetve az emberiségre, az ember fejlődési képtelenségnek, gének, a jelen korszakban az a, hiába mondják, hogy bizöntőbe átléptünk, stb., az az árnyékénünk, ami egyértelműen az ikrekhez és a szűzhöz kötődik, tehát azokhoz a konstellációkhoz, amelyeknek a Merkur, a pragmatikus, gyakorlati, józanparaszti, ésszel kevert tudományos gondolkozás, úgymond a jellemzője. Tehát azt a Merkur ezt az őserőt testesíti meg bennünk, ezt a képességet az elméleti, igen, képzeleti, gondolkozási, kapcsolatteremtési között két, úgymond a valóság két különböző elemek között, hogy van-e logikus, racionális összefüggés a kettő között. Ez a képességünk, ezt adja meg a Merkur, ez a lineáris, úgymond, tehát A-tól B-ig, B-től C-ig, C-től D-ig menő fogalomtársítási és szám, meg mit tudom én, értéktársítási képesség, ez a ráció, ez a logika. Formális logika, úgymond. Na most ez azért van az iradatot meg az ember számára, hogy ennek segítségével megéljen a Földön, de nem csak ezért, hanem ennek segítségével még a megváltást is, hogy elírja, hogy én írom az Astrologus című portálomnak, ami most már nem portál, mert csak honlap lett, tehát a jelszavába, vagy hogy lehet ezt nevezni, hogy nem arra való az eszünk, hogy spekuláljunk vele, hogy júdási okoskodásokat és bukfenceket és filozofikus hurkokat gyártsunk, hanem azért, hogy a mennyek országát megkeressük, vagyis a megváltást létrehozzuk, lehetővé tegyük az eszünk segítségével a magunk számára. Ehelyett viszont az ember, mivel ez a pragmatikus ész, ez a tudományos ész, tudományosan gondolkodni képes ész, annyi mindent létre tud hozni, annyi jó technikai eszköz, tehát az emelőlőktől és a csigáktól a keréktől, főként a keréktől kezdődően, ugye, és így tovább, hogy mindenféle tudományt aztán kitaláltunk, hogy azt hiszük, hogy annak segítségével meg lehet nyerni az életet, és kiderül, hogy nem lehet. Erről már beszéltem eleget, na most ez az árnyékénünk, az ikrek karmánk, az ikrek jellegű karmánk, de mondhatnám azt is, hogy de értsük zárójelben mindig a szűzet is belé, a szűz jellegű karmánk is az, ugye, ami túl okos ahhoz, hogy az ember az igazi, tényleges világosságot, a fényt megláthassa, úgy megzavarják ezek a huncut kisügyes tudományos kütyürük és mindenfajta féle játékszerek, meg magas rendű, magas technikai gépek és mindenfélék, hogy ettől nem látja az igazi, tényleges logikát, a tényleges valóságát, az életnek a logikáját. Nos, tehát az ikrek karmával, akkor menjünk egyenesen belőle, az ikrek karmával született személynek, tehát a problémája az az, hogy kettős istenlátása van, illetve kettős saját maga, kettős személy, kettős énlátása van,
Azért, mert ezek az ősideák, amelyek az abszolút létből kiáramlanak, és beérkeznek az isteni dimenzióba, isteni létbe, ott a teremtői létbe, tehát a bika mozzanatában, úgymond, a létnek a bika géniuszában belesznek integrálva az isteni létezés által, és kapcsolatba lesznek hozva, és helyükre lesznek téve, tehát annak függvényében, hogy milyen színezettel bírnak, milyen intelligenciát, milyen információt, mágikus jellegű információt hordoznak, a megfelelő teremtési, úgymond, konstellációba kerülnek. Na most az ikreknél az a helyzet, hogy az ikrek jellegű elromlott és meghibásodott ősideák, tehát ezek, mint mondtam, a polaritás törvénye a hibás ősideákat megtölti, saját ellentét nem tölti meg. Átváltoztatja saját ellentétükké, ugye, és felfokozza a képességüket, az erejüket, és ezáltal alacsonyabb vibrációba kerülnek, és kihullanak az isteni dimenzióból, alább az ideavilágba, tehát a butikus és a krisztusi világba, még alább, nem is tudom, hogy ott egyáltalán még megmaradnak-e, lehet, hogy még alább az ideavilágba, onnan, tehát a kauzális világba, az ideavilágba, onnan a mentális világba, onnan az asztrális világba, és ott megáll a tudomány, mert tovább nem hullanak, alább az éteri dimenzió az már csak létrehozza ezeket a teremtési mintákat. Ahhoz, hogy aztán anyagi formákban megjelenjenek. Na most ezek az ősideák átlesznek, tehát a hibás ikrek jellegű, ikrek színezetű ősideák, tehát azáltal, hogy a polaritás törvénye kilövi onnan az isteni dimenzióból őket, tehát azzal a benyomással maradnak, amit hoznak magukkal sérülten, hibásan az abszolút létből, tehát a hamis fényt, a hamis Merkurt, a hamis gondolkozást, a hamis kapcsolat, lineáris kapcsolatteremtési képességeket. Értjük? Na most, hogyha ez így van, akkor természetes, hogy ők nem látják az igazi isteni fényt, és nem látják az igazi én tudatukat, mert nekik már csak ez a megromlott abszolút tudatuk van, és ettől néha még nagyképűek is, és még okosabbnak is képzelik magukat más embereknél. Figyeljük meg az erős árnyékénes személyeket, az erős ikrek karmás személyiségeket, ha még társul is egy kicsit, mit tudom én, oroszlán nyilas kos karmával az egész, vagy éppenséggel születettséggel, annyira arrogánsak lesznek, annyira mindenkinél okosabbak fognak, legalábbis saját magukat annak képzelik, hogy mindenkinek átjárnak az eszén, ugye? Na most ez az árnyékén, ebből lesz az árnyékén, ebből az árnyék személyiség tudat, árnyék fény, ugye, árnyék értelem, ami nem hagyja az embert, tehát akiben ikrek motívum van, vagy szűz motívum van, nem hagyja az embert, nem is beszélve, hogyha uránuszi motívum van benne, úgy van vizöntő, az még nehezebben, de most nem menjünk bele. Tehát, hogy lássa az igazi fényt, az igazi világosságot, a törvényességet, és mind azt hiszi, hogy az ész segítségével, és az ész által, úgymond, tehát az anyag megfigyelésével, ma tudomány ezt csinálja, ma a tudomány megfigyeli, hogy az Úristen mit hozott létre, és az ettől nagyon okosnak képzeli magát. Ugye, hogy micsoda nagy ész vagyok én, hogy ezt is ezt felfedeztem. Közben nem fedezett fel semmit, ma az Isten fedezte fel. Ő felfedezi azt, amit az Isten már létrehozott, legyártott, ugye, hogy és működtet az egész világegyetemben. Na, és akkor ezek az emberkék, akik úgymond ikrek karmával sújtottak, de ezek nem csak az ikrek jegyében született, vagy akiknek a sárkányfarka vagy lilikje az ikrekben van, ugye, vagy hanem azok is, akik a patkány évében születtek. Ők aztán megint nagyon-nagyon nagy árnyékénesek, nagyon okosak, nagyon intelligensek, szuperintelligensek, csak éppenséggel a lényegre vonatkozó információt nem jön, hogy higgyék. Nem látják. Tehát nincs magukban, nem érzik magukban azt, hogy ők ezzel a isteni eredeti, isteni intelligenciával lényeg szerint úgymond, tehát
spirituális, kauzális lények szerint, hogy azonosak lennének. Ezt nem, hogy elhiggyék, nem tudják. És ezért kompenzálják mindenféle okostojás, mindenféle tudósi címekkel, meg mit tudom én, milyen intellektuális bravúrokkal és elméletekkel magukat. És mindenkinél, és főként általában az élettársuknál ez a szomorú, okosabbak akarnak lenni, lehet az akár férfi, akár nő, teljesen mindegy. Úgyis annak az eszén, tehát úgy általában mindenkinek az eszén túl akarnak járni, de főleg az élettársuknak. Vagy gyermekek, aztán a szüleiknek. És ez egy ostoba versengés, ennek semmi értelme, és ennek elsősorban ők látják kárát, de általában inkább a gyermekeik is, ugye? Na most mi a helyzet? Az a helyzet, hogy ahhoz, hogy mint mondtam, hogy fejlődhessünk, hogy fejlődjünk, hogy fejlődésre legyünk képesek, mint mondtam, karmát kell oldani. Karma oldáshoz viszont nem jó ez a spekuláció, amit indukál mind az ikrek, mind a szűzkarma, apropó nyúl vagy macska évében születettség szintén ott van, ugye? Tehát kínai asztrológia szerint. Úgyhogy elég nagy a skála az, hogy hol történik ez az okoskodás az emberiségben. De ahogy leírtam én az árnyékének az ismertetőjeleit, nem csak ennyi van, hanem ha például három, minimum három, de háromnál több együttállás van egy horoszkópban, az biztos jele megint az ikrek motívumnak, vagy a karma, az ikrek karmának, vagy éppenséggel szűz karmának. De hogyha a négyes ház csúcsán áll a Lilit, vagy a sárkányfarok, ami az ikrekben, vagy nem kell főleg, tehát egy bolygó is elég, na mindig feledkezek meg erről. Egy bolygó is elég, a négyes házán áll az ikrekben, vagy a sárkányfarokban, az karmaponttá alakul át, úgymond, pont olyan tulajdonságokat jelöl az illető személynél, és ez az, amikor itt az abszolutumban nem az ott létező tragédiák, és mit tudom én, ellenmondások és felrobbanások és mit tudom én milyen rosszaságok, mert nincs ott ilyesmi, legyen világos. Ott csak a sóvárgás van, tehát az, ami megfertőzi, tehát az ő sóvárgásig megy vissza annak a karmája, akinek a tudattalanja legmélyebb pontján van, úgymond egy ilyen konfliktust jelző, valami problémát jelző bolygó a négyes ház csúcsán. Na most, Ez a spekulatív gondolkozás, értjük? Tehát ez belemászik a spirituális gondolkozásba, belemászik a spirituális, a kauzális, úgymond az egység megvalósításának az intelligenciájába, a fényébe, a világosságába, és nem hagyja. Tehát ahhoz, hogy te karmát tudjál oldani, ahogy azt mondja Jézus is, hogy újjá kell szület neked. Netek. Ahhoz, hogy te újjá tudjál születni, figyeljünk jól, ahhoz nem te kell meghalljál, hogy mondja az asztrológia, hogy a 8-as házba került karmapontokkal, vagy jól negatívan fényszögelt bolygóval újjá kell születned, és általában mindannyiunknak újjá kell születni, tehát a konstellációk csak egy kiemelt motivumot emelnek itt ott bárkinek. Általában az összes konstelláció szerint úgymond mindenkinek meg kell újhódnia, úgymond. Na most, de kiemelten mondjuk azoknak kell, nem hogy kell, hanem azoknak nehezebb, sokkal nehezebb a megújhódás, az újjászületés. Én tudom magamról, a kígyójében születtem, tehát skorpió karmás vagyok, ugye, hogy mennyire nehéz rávennie magát az embernek, hogy változzon belülről. Jól látja, hogy nincs igaza, jól látja, hogy valóság vele szembe jön, hogy nem úgy van a valóságban, megtapasztalja, hogy nem az történt, amit gondolt, amit látott, se, hogy ő elképzelte, és mégis ugyanannál a mentalitásnál marad. Tehát az árnyékénednek kell meghalni. Értjük? Nem neked kell meghalni, nem a személynek, mert azt mondja, hogy újjá kell szülessél ahhoz, hogy meg kell halnod ahhoz, hogy újjá tudjál születni. Értjük? Tehát nem te kell meghalljál sem fizikailag, sem lelkileg, sem szellemileg, hanem az a spekulatív gondolkozásmód, amiről már beszéltem is, ami eltakarja az igazi fényt előled. És akkor kezdődik csak az evolúció. Tehát addig, amíg nem születtél újjá, illetve nem ölted meg úgymond az árnyékénedet, aminek, ahogy szoktam mondani, 77 feje van, vagyis helyében nem vetted át az egyetemes törvények szerinti
a megváltás logikája szerinti gondolkozást, ugye, amíg az egoizmus, az egoista gondolkozásodban van benne, amíg önmagadat sajnálod, amíg képtelen vagy a hiba belátásra, képtelen vagy az igazi, tényleges felelősségvállalásra. Mert mit tudom én, az is felelősségvállalás, azt mondjuk egy nő részéről, hogy nagyon vigyáz arra, hogy a férje, amikor viszi óvodába, vagy válva hova a gyermekeket, hogy a mentőveket jól becsatolja. Jó, rendben van, ezt meg kell csinálni úgyis. Ha olyan a férj, hogy nem figyel oda. De százszor inkább azt kell megcsinálni annak a nőnek, aki az mentőveket állandóan mind ellenőrizi, és ezzel a férjében igyekszik kisebbségi komplexusokat úgymond ültetni, hogy ő imaginációban, mert azt mondtam mindig, hogy az igazi felelősség az, hogy te mit csinálsz imaginációban. Mert hogyha a te imaginációt tiszta, nincsenek benne negatív képek, képzetek, nem gondolkozol ellenségképekben, képzetekben, főleg a feleségeddel vagy a férjeddel kapcsolatosan, ugye? Ha nem vagy teli ellenségképzetekkel, vagy a világról, vagy bármiről, akkor nem lesz baj a gyermekednek. Értjük? Akkor, de hogyha igen, mentő ővel is lehet baj a gyermeknek. Belejön valahonnan oldalról egy másik autó. Ilyenre volt még itt Gyomendrődre is, például, hogy egy nagy tata kijött egy Békésen egy autóval valamelyik mellékutcából, és a főútról ezért Gyomendrőd felül egy őrült 160-nal jött benne a helyiségbe, és elütötte őket, és a gyermek hátul meghalt. Vagy nem tudom, nagy koponyas érülést szenvedett, és aztán, hogy megértem, nem halt meg minden. Tragédia. Na, tehát én tudom, hogy mi van ottan. Tehát, hogy az édesanyja imagináció nem éppen volt tisztom. Tehát nem hibáztatjuk az áldozatokat, figyeljünk, mert az őrült, aki neki hajtott, csak aki 160-nal hajtott az úton, az mindenképpen elítélni valós, börtönbe valós, mit tudom én mi. Tehát ilyen szörnyű, ilyen nem csinálunk. Helységben megyünk 160-nal. Felelőtlen, gyilkos gazember az ilyen. De azért nem volt tiszta való az anyukának sem az imaginációja. Nem akarok senkit megbántani, de metafizikai, spirituális szempontból mondom. Na, tehát, hogy az imaginációt, tehát ez volt nekem is nagyon nehéz, még mikor rajta kaptam magamba, hogy a skorpió karmám miatt negatív forgatókönyvekben gondolkozom, tehát elképzelek azt, hogy mit tudom én, kivel mi történik negatívan, ugye? Milyen szörnyűség, vagy milyen betegség, vagy stb. És akkor nekem akkor, mit tudom, az lesz a valamihez való hozzájutásom lehetősége, vagy ilyesmik, igen, ez a skorpió karmára jellemző, ugye, akkor, és akkor megtiltottam magam, hogy bármiről is negatívan gondolkozzak, vagy képzelegyek. Nem szabad, nem, pontosan az ellenkezője. Jó, hogy mondja Jézus, szeressétek az ellenségeiteket, és kívánjatok nekik minden jót, és mindenfélét, és akkor ő azt mondja, hogy ne fogjátok győzni, de itt nem is az a lényeg, az a lényeg, hogy a te lelked legyen tiszta, a te imaginációt, a te szíved. Értjük? Legyőzöd vagy nem, az mindegy. Legyőzöd vagy nem. Na, tehát újjá kell születni ilyen szempontból, tehát az imaginációm, vagyis a gondolkozásom kell, az törvényessé váljon, változzon, az, hogy az árnyékénem, az ikrek karmám és vagy a szűzhok karmám ne vigyen el engem negatív forgatókönyvek gyártásának az irányába, értjük? És akkor tehát elkezdődhet az evolúció. Most hol van az emberiségben ma ilyesmi, nem? Mondom, nekem volt olyan tapasztalatom, hogy jó ember, úgymond, jó emberem, barátom, aki elindult az evolúció útján, úgymond úgy nézett ki, mintha újjászületett volna, de bizonyos dolgok nem sikerültek neki, bizonyos dolgok nem jöttek össze, csalódott, stb. Elkezdett hitetlenkedni, és zsupsz, ennyi, mint a démonok grifászinál. Pontosan. Egy kicsit is kell gyenge legyél, egy kicsit is kell kívánjál olyasmit, ami nem törvényes, egy kicsit kell, akár gyermekként is, akár ártatlan kamaszként is,
hogy segítsen az ördög, ha az Isten nem segít, vagy ilyesmi, és azonnal már a démonok ültek is be az aurádba. Már a szürkék, a sáskák, a, hogy hívják, reptiliánok, stb. Stb. És azok irányítanak attól kezdve, legalábbis annyiban, hogy szenvedéseket hoznak létre benned, szenvedések hatására nem tudsz gondolkozni, ideges leszel, türelmetlen leszel, kétségbe esel, stb. Stb. És attól kezdve folyik az energia szívás, és nem tudsz újjászületni. Hát erről van szó. Ezt mondja Griffász is, hogy az emberek 80%-a uralt ezek által a démonok által. Én nem hittem el, de lehet, nem tudom. De akkor meg kell nézni, hogy lehet tőlük megszabadulni, illetve a karmától, na most Griffász is elmondja ezt, csak nem így tisztán, nem világosan, akkor én most lefordítom, hogyha te emeled a vibrációidat, hogyha te szeretetteljes emberré változtatod magad, világosság, a törvények szerint gondolkozol, igyekszel a képzeletedet féken tartani, és kordába tartani, és fegyelmezni, hogy csak ne gondolj rosszra, ne, de hogy, amikor sugallja neked az, hogy jogod van, mert te annyit, ahogy mondtam a korábbi felvételen, szenvedtél gyermekkorodban, akkor neked jogod van mással szemben gonosznak lenni. És nem is azzal szemben, aki neked úgymond gyermekkorodban, vagy kamaszkorodban, vagy mikor rosszat csinált, hanem a másikkal szemben. Lehet, hogy éppen az élettársaddal, vagy feleségeddel, férjeddel szemben, vagy ki tudja. Mert hogy, vagy a főnökeddel szemben, vagy nem főnököddel, a munkatársaddal, vagy az alárendelteddel szemben, mert ezt szenvedtél gyermekkorodban, akkor te is most, na ez nem, itt nincs újjászületés, sőt, itt visszasüllyedés van. Itt találkozol majd a Griffászi féle démonokkal is, azokkal, hogy fogsz puszipajtáskodni, és nem jössz ki a betegségeidből, és a gyomorúságodból, és a szerencsétlen élethelyzeteidből, és így tovább. Tehát ehhez meg kell szüntetni, tehát az ilyen ember, aki észreveszi így magát, azt mondja, nem, egy tap, egy fél lépés, nem lépek előre, nem ejtek ki, hallgatok egy hétig, de nem hazudok, akkor sem fogok hazudni többet. Értjük? Akkor sem leszek agresszív, akkor sem leszek közömbös, akkor sem, nem engedek magamnak, nem engedek a karmámnak, nem engedek az árnyékénemnek, aki spekulál, és azt mondja, az egoizmusomnak. Tehát az egoizmus, úgymond, bebújik az intelligenciába, és kezdi védeni a karmát, nem? És akkor stagnálsz, vagy visszaesel. És akkor nincs evolúció, akkor nincs fejlődés. És akkor hiába, hogy azt látjuk, hogy az emberiség szintjén nincsen, hiába, hogy akármilyen nagy tudományt hoztunk létre, látjuk, elmondja Griffász is, hogy milyen technológiával rendelkeznek ott a asztrális, az dimenzió. Most nem jön, hogy higgyünk, hogy anyag nélkül. Hát az anyagban, ami tudomány megjelent, amit kikísérleteztek a tudósok, az az információ mind átment rajtuk keresztül a szellemi, úgymond, tehát az asztrális dimenzióba, a mentális dimenzióba és az ideavilágba is átment, és ezt felhasználják, ezeket a negatív struktúrák, amelyek a hibás ősideákból képződnek, jönnek létre, ugye? Ezek a, nem tudom, hogy lényeknek nevezhető-e, de spirituális, kauzális alakzatok, tehát ős teremtési minták szerint létrejövő lények. Értjük? És ott arról beszélnek, hogy ők is űrhajóval jönnek, mennek, érkeznek parancsnoki hidokon, mit tudom én, mikkel foglalkoznak, milyen laboratóriumaikos vannak, hova viszik el az embereket, akiket elrabolnak, és így tovább ilyen asztrális, tehát nem fizikai, dimenzióbeli űrhajókra, és így tovább. Vagy hajókra, vagy repülőkre, vagy mire, mi a csodára, vagy nem tudom milyen nagy üzemekbe. Na, tehát ez az ára neki, hogyha nem akarsz újjászületni, illetve hogyha még mindig visszacsúszol, és az egoizmusodnak engedsz, és a haragodnak, és a gőgödnek, amit azt sugallja az árnyékénet, hogy jogos, a gőgöd, a haragod, a gyűlöleted, a bosszúvágyad, vagy éppenséggel, hogy ki akarsz használni valakit, a zsákmányolási vágyad, figyelem, nyilas karmások, zsákmányolás, mindenképpen ők zsákmányolni akarnak, ugye, vágyad, és egyéb aljasságok halakkarmásoknál és másoknál, ugye, és akkor nincs újjászületés, és akkor nincs evolúció, hanem marad az örök spekuláció, ügyeskedés, aminek vége hossza nincsen, és aztán jön a halál.
És akik aztán ebbe belebolondulnak, annál azoknál a korai halál, ugye? Általában azért hamarabb halnak. A mentális betegek hamarabb halnak meg, mint a többiek. Nekem volt egy osztálytársam, aki megbolondult, utána aztán meghalt. Na, tehát ők másképp látják a világot, mert az árnyékénük másképp mutatja nekik a valóságot, értjük? Teljesen más valóság értelmezésük van. Nem az, amit látnak, ami kézzel fogható. Másképp értelmezik. Mindig a maguk hasznára, maguk javára, a maguk egoizmusára, úgymond az egoizmusoknak a megfelelő logikával közelítenek hozzá, és a végén az egész felborul. Mert az egyedüli érvényes logika, az egyedüli érvényes ráció a létbe, és így az emberi létben is, hiába, hogy másképp néz ki a dolog, úgy részletek szintjén, de magas szinten az a megváltás logikája. Az az egyetemes törvények logikája. Tehát az egyetemes törvényekhez el kell érkezni. Az szerint kell megtanulni gondolkozni. Hogyha nem, akkor marad ez a... Amit csinál az emberiség vége láthatatlanul, és egyesek, tehát kiemelkednek belőlük, egyesek, akiknek elegük volt az egoizmusból, elegük volt a spekulációból, a hazudozásból, a huncutkodásból, a ravaszkodásból, a hamis szolidaritásból egyébként. Figyelem, nők! Nők között van egy ilyen hamis szolidaritás a férfiakkal szemben, hogy már attól, hogy a másik férfi, attól már biztos, hogy agresszív, attól már biztos, hogy bántalmazó, stb. És egy kicsit is kezd panaszkodni, vagy pityeregni, vagy vizélni egy nő, egy családanya, vagy éppenséggel egy feleség, már mindjárt a hivatalokban, és éppen azon gondolkoztam, hogy miért kell mostanában úgy kifessék magukat a nők, mikor mennek hivatalma. Hát ott is most már inkább csak hivatalnok nőkkel, már nincsenek. Régen férfiak voltak, akiknek a lelkére kellett hatni a sminkeléssel, a szép megjelenéssel, most már minek az. Tehát a mesterséges szépség, a mesterségesen előállított szépség az egy ilyen hatalmi eszköz. Értjük, nem? Hatalmi eszköz, ami arra szolgál, hogy másikat ejtsem az én bűvöletembe, az én irányításom alá, az én befolyásom alá. Ugye, hogy nekem azt csinálja meg, amit én kérek tőle. Erre való a szépségnek a túlpergetése, túlfokozása, hogy hatodjon meg az én szépségemtől, és kezdjen reménykedni abban, hogy valahol hát esetleg még tudattalanul, persze, még szeretkezhetünk is, még az övé lehetek. Ez a kozmetikai iparnak úgymond a kulcsa, ettől fejlődik, és ettől olyan nagy, és ettől olyan gazdagok a kozmetikusok. Na, tehát, na most addig, amíg te spekulálsz abban, hogy meg akarod így nyerni az életet, főleg a többiek rovására, főleg az élettársad rovására, vagy nem tudom, az apádnak, az anyádnak, az anyósodnak a rovására, vagy a menyednek, a vejednek a rovására, és amíg megengeded magadnak ezeket a huncutkodásokat, a rágalmakat, a hazudozásokat, addig mind várhatod, hogy te fejlődjél, és hogy te kigyere például egy betegségből. Mert az involúcióval kerültél be a betegségbe, csak fejlődéssel tudsz onnan kijönni, nem? Tehát tisztítod a lelkedet, a tudatodat, a szívedet, többet, az egoizmust lehetőleg elkerülöd, nem akarsz másnak többet, rosszat, stb., és akkor kijössz. Ott mind szedheted a dilibogyókot, attól nem lesz gyógyulás. Akkor kijössz a betegségből. Ehhez viszont mondom, evolúció kell, fejlődés, a fejlődéshez viszont karmoldás kell, a karmoldáshoz viszont újjászületés kell, és ki, aki nem engedi az újjászületésedet, az árnyékédet, az eszed, az ikrek spekuláció, ezért nagy baj van, ezért van baj az emberi, hogy mondjam, rasszal, hogy úgy mondjam. Tehát sokan azt mondják, hogy ilyen gonosz lény a Földön, a földkerekségen, mint az ember nincsen. Hát én nem ezt mondom, csak az, hogy az árnyékéneknek, énjüknek a fogjai, azok az emberek, akik mindenfélét ott megengednek maguknak, mindenkivel szembe, és persze a természettel szemben is, amit itt szennyezünk halomba össze-vissza, és akkor ezzel most már tovább nem nyújtom.
Remélem, hogy jó kiegészítést adtam, és megértettük, hogy mi is az árnyékén, és miért kell tőle megszabadulni. Tehát, hogy az egy, figyelem, az egy képződmény. Az nem egy reális lény, de ezek a grifászék által, és már Jézus, és már azelőtt való misztikusok által, az egyiptomi hieroglifákban abszolút, hogy mondjam, megnézzük azokat a fal domborműveket, annyi démont látunk, annyi, mit tudom én, állatfejes embert megfordítva, hogy nem igaz. Az azért, mert ők a kultúrájukban benne volt, és ők látták is ezeket a lényeket, tudtak róla, mindahogy tudtak, és ezekről kár nem venni tudomást, és tesszük a nagy tudományos okos ezért közömböset, hogy semmi közünk hozzá, hogy nevetséges. De igenis, van, amikor emberek, vagy van, amikor még spirituálisan gondolkozó, vagy spirituális útjára elindult ember is még a hatásuk alatt van, és ezek szövetségbe kerülnek az árnyékénnel, ugye? És ezek nem hagyják, és a kettő együtt, az árnyékén és a démonok szövetsége annyira erős, hogy áthatott, majd, hogy nem egy ilyen áthatulhatatlan, felrobbanthatatlan falat képez a te lelkedbe, te személyiségedbe, és ezt neked át kell törni. Ide nagy eltökéltség kell, miben? A szeretetben, a jóságban, abban, hogy többet nem gonoszkodsz, nem rágalmazol, nem hazudsz, nem akarsz javadra, nem akarsz megnyerni semmit, nem akarsz mástól elnyerni semmit, nem akarsz legyőzni senkit, stb. Illetve, ha igen, mondjuk az a gyermekeidnek az érdekében van, hogyha valaki erősen támadja, vagy erősen veszélyezteti azokat, akkor persze, hogy mindent meg kell tegyél annak érdekében, mert az is fontos, hogy hogy neveljük fel a gyermekeinket. Megváltásra képesnek, újjászületésre képesnek, evolúcióra képesnek, vagy nem, mert az okostelefonnal nem fognak fejlődni. Az okostelefon nem a fejlődésüket biztosítja egyelőre. Mert lehet, hogy például ezzel a mesterséges intelligenciával betáplálnak abban ezért spirituális információkat is. Miért ne? Kezdenek, mikor észreveszik. Ki tudja, lehet, hogy pont az lesz a legveszélyesebb fegyver. Nem tudom, egyelőre maradjunk fényben és világosságban, szeretetben. Sziasztok!